kidobáltak bennünket a vagonból, az első dolog, amit megláttunk, az a családi roma tábor volt. Nagyon sok gyerek volt. Egyébként a gyerekek látványa volt a legszörnyűbb. Ha egy gyerek arcára kívül a szenvedés, azt nem is lehet elmondani, hogy az milyen. Négy krematórium ment éjjel-nappal, négy. És a négy krematóriumhoz négy gázkamra tartozott. És a gázkamrában mindenkit megfojtottak, akit meg akartak ölni. És a négy kemencében nem fértek bele a hullák. És nyílt tűzön égették a kimaradó hullákat. Ugyas? Elviselhetetlen az égő emberi húsnak a szaga. Szilágytábor lakói. Kővel, meg üres üveggel, meg amivel kezükbe akadt, mindennel védekeztek. Mi úgy éreztük, hogy töménytelen sok megaláztatást kell elviselnünk. Egész biztos vagyok benne, hogy a romáknak még annál is többet kellett elviselniük, egész biztos. Legerősebb ösztön az élet ösztön. Az ember élni akar, akkor már nevetni is akar, jókedv is akar lenni. Az összes variáció közül azt tudom elképzelni, hogy az egyetlen lehetséges az ellenállás.